1988-ban indult a Computer Security Day, vagyis a számítógép biztonságnap. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a számítógéppel kapcsolatos biztonsági kérdésekre, és arra emlékeztet, hogy védjük a számítógépénken tárolt információkat. Sokan már nem csak asztali gépen vagy laptopon interneteznek, egyre nagyobb teret hódítanak az okostelefonok is. A zsaroló vírusok többsége még mindig Windows rendszerek ellen irányul, azonban az Android, Linux és macOS rendszerek sincsenek kímélve. Az okostelefonos operációs rendszereket futtató eszközök elleni támadások októberben 45%-ot tettek ki. A számítógépek, illetve a mobiltelefonok világában az adatbiztonság, illetve a vírusok tekintetében három különböző kategóriát különböztetünk meg. Az egyik, amit a legtöbben ismernek, azok a vírusok. A második kategória, amivel sokan találkoznak, azok a reklám, illetve kémprogramok. A harmadik pedig a hacker támadások, amelyek az adatbiztonságot fenyegetik. Mint számítógépen, mint pedig a mobiltelefonok világában elterjedt mind a három fajta támadási metódus. Kezdjük először is a vírusokkal. A vírusokat ismerik a legtöbben. Vírusok ellen nagyon könnyen védekezhetünk. Jó minőségű vírusírtót kell telepítenünk, akár mobiltelefonunkra, akár pedig számítógépeinkre. Itt érdemes olyan vírusírtót választani, amely lehet, hogy fizetős megoldás, de sokkal hamarabb kapják meg a frissítéseket, így nagyobb biztonságot nyújtanak, mint az ingyenes megoldások. Sokan keverik a vírust a reklámablakokkal. A felugró ablakok nagyobb adatforgalmat generálnak, azonban akár az adataink ellopására is irányulhatnak. Ebben az esetben is sokat segít a megfelelő vírusírtó használata, de eltávolításukra külön programok is léteznek. A harmadik támadási kategória a hacker támadás, amikor személyes adatainkat akarják ellopni és azzal visszaélni. Ezért kiemelten fontos, hogy biztonságosan ésszel internetezzünk, ezzel is megakadályozva, hogy az adathalászok ellopják adatainkat, hangsúlyozta a szakember. Adataink védelmében két dolgot tehetünk, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy jelszavaknál biztonságos jelszót válasszunk, ez azt jelenti, hogy minimum 8 karakter hosszú legyen, tartalmazza nagybetűt, kisbetűt és számot is, így nagyon nehéz kitalálni a jelszót. Érdemes ezeket keverni, és olyan jelszót választani, amit csak mi tudunk, és valamilyen szinten hozzánk úgy kötődik, hogy más ezt ne tudja meg. A második megoldás, ami pedig nagyon fontos, az pedig az adatainknak a biztonságos mentése, amire nagyon szeretnénk felhívni a figyelmét mindenkinek. Az, hogy adataink, amik fontosak, azok mindig két példányban tárolódjanak, ha lehetőleg nem ugyanazon az eszközön. Tehát számítógépes adatainkat tároljuk külön pendrive-on, külső merevlemezen, felhőtárhelyen. A szakember hozzátette, a nagyfokú védelem ellenére is előfordulhat egy-egy új vírus megjelenésénél, hogy a számítógépünk vagy telefonunk megfertőződik, esetleg hackerek fontos adatokhoz férhetnek hozzá. Amennyiben ez komoly méreteket ölt, bűncselekmény áldozatává válhatunk, ezért a rendőrség is felhívja a figyelmet a biztonságos internet használatra.